Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést, mi az ő gondolata, mi az ő terve, hogyan érzi magát és mit fog tenni. Itt felül és alul láthatóak az ő gondolatai. Lehet, hogy ő kezébe veszi most ezt a botot, ami utal a tűz elemére. Kimutatja a bátorságát, védi magát, valami lelkesíti őt, és aktív lesz. Itt a csillagok jelentik az ő hozzáállását, hiszen megvan a bizalom, hogy az, amit ő most indít, az szerencsét hoz, és ez most ehhez a megfelelő pillanat. Hiszen minden úgy lesz, ahogy a csillagokban ez meg van írva. A képek jelenthetik az ő helyzetét, de utalhatnak arra is, hogy ő gondol rád, tudja azt, hogy bátor vagy, hogy lelkesít valami, hogy most lesz nálad egy új kezdet. Ez lehet egy spirituális terület, vagy tudja azt, hogy ez számodra szerencsét hoz. Az érzelmeit itt bal oldalon látjuk. Átöleli a botokat, ami újra a tűz elemére utal. Több minden lelkesíti őt. Lehet, hogy itt van három különböző téma vagy irány, lesznek döntések. Tulajdonképpen mindegyiket akarja csinálni, de fontos, hogy legyen egy új irány, ami itt látható, hiszen irányítania kell az eseményeket. Nem tud mindenütt ott lenni. Ami még fontos számára, és úgy érzi, itt lesz egy új irány, lelkesedés, az a szerelem kettőtök között. És mit fog tenni, az itt látható jobb oldalon. Ő tudja azt, hogy te mérges vagy valakire, hiszen valaki támad téged. Itt is a tűz eleme van, ami szintén azt jelenti, hogy ebben a helyzetben meg kell védeni magadat. De ő tudja azt is, hogy ez erőbe kerül, és hogy fáradt vagy, hogy kimerült, hogy nincs kedved ehhez. Ez az erő azt is jelentheti, hogy ő ad erőt számodra. Lehet, hogy azt fogja mondani, zárd le ezt a helyzetet, vagy ezt a kapcsolatot, tekints el ettől, hiszen rabolja az erődet, az energiádat. Te vagy itt a varázsló, itt lesz egy új kezdet, jelentheti ez a varázsló a spirituális területet is. Lehet, hogy itt valaki ír így rád. De amit a mágikus, illetve ez a varázsló még jelenthet, hogy minden jóra fordul, jelenti a varázslatos kisugárzásodat, a te energiádat, de valaki rabolja ezt, valaki támad téged, és ő ezt szeretné megakadályozni, vagy megváltoztatni. Ez a felvétel július 4-én jelenik meg. Az indiai asztrológia szerint a hold ezen a napon a Mruga holdházban van. És Mruga holdház az Orion csillagkép hatása alatt áll. Orion az égi vadász, mivel vadászik, keres valamit. Lehetőségeket, kapcsolatokat, vagy egy új irányt. Ennél a vadásznál, Orionnál a vadász kutyák segítenek. Ez egy másik csillagkép, de összefüggésben áll Orionnal. És a vadász kutyák, ezek a csillagok mutatják az égi sarki csillagot, ami látható, ami irányt ad számunkra.
Ez most a fontos, hogy mi irányítsuk az a dolgokat, hogy legyen egy konkrét cél, egy konkrét irány. Itt vannak lehetőségek, de nem tudunk mindenütt működni, hanem az a fontos, hogy koncentráljunk arra, ami tényleg fontos. A hold az indiai asztrológia szerint az ikrek jegyében, a levegő elemében van, ami jelenti a mozgást, a könnyűséget, az ötleteket és a kommunikációt. Mars bolygó egy szextil kapcsolatban áll Szaturnusz bolygóval, Szaturnusz bolygó visszatekintő, itt a múltról van szó, lehet, hogy kicsit fékezi az eseményeket, de a kapcsolat Mars bolygóval tényleg jó. Ez különösen a férfiakra hat ki, a döntéseikre, vagy az, hogy itt kialakul valami, itt meg lesz a biztonság érzete. Ez a visszatekintés jelentheti a múltat is, hogy ők lezárják a múltat, lesz egy új irány, lesznek új lehetőségek. És most megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Először megnézzük itt ezt az új kezdetet, vagy nálad, vagy nála. Itt van hozzá a kulcs, itt kinyílik egy ajtó, ezek a lehetőségek, élj ezzel a lehetőséggel. És mit üzennek a csillagok? A változásokat, hiszen ez a gólya jelent egy új irányt, jelenti ezeket a változásokat. És milyen irányba halad a hintó? A hegyekben. Ez lehet egy kirándulás a hegyekbe, de azt is jelentheti itt ez a kapcsolat, hogy előre mennek az események, ő irányítja a dolgokat, de azért még vannak akadályok. Ez az akadály, ez lehet a félelem is, hogy fél még a változásoktól. Mi lelkesíti őt? Egy utazás. Lehet, hogy tervez veled egy kirándulást, vagy egy nyaralást. Itt vannak külföldi kapcsolatok is, ebbe az irányba kellene tekinteni. És a szerelem kettőtök között. Itt van a gyűrű, ez lehet egy eljegyzés, vagy egy házasság tervezése, keresi veled a kapcsolatot. És milyen kihívások vannak nálad, amit ő észrevett, hogy mások támadnak téged? Itt a fa azt jelenti, hogy megvan nálad ez az elképzelés, hogy elérd a céljaidat, hogy le tudj gyökerezni, hogy rendezd magad körül a dolgokat. De valaki megpróbál ebben téged akadályozni. Fordíts hátat, az a fontos, hogy te érezd jól magad, te érezd a biztonság érzetét, és hogy itt legyen rend, egy gyógyító erő, és ha nem sikerül itt ezzel a személlyel megoldani a dolgokat, szépen beszélni egymással, akkor fordíts hátat. Az életerőd, vagy hogy mi ad számodra erőt. Itt a virágcsokor jelenti a te szépségedet, a szép környezeted, vagy az, hogy szépíts meg magad körül valamit, legyenek szép gondolatok, érzelmek, akkor meg lesz újra az életerő. Az is lehet, hogy ő megajándékoz téged, és ez ad erőt számodra. Te, mint egy varázsló,
Hát itt süt a nap, megvilágít valamit, megvan a kisugárzásod, és mások látják ezt, érzik ezt, hogy megvan a varázslatos kisugárzás nálad. Az ő jelenlegi helyzete, ő elvág ezzel a kaszával valamit. Ez lehet, hogy felmond, vagy eltávolít egy kapcsolatot, vagy eltávolítja itt az akadályokat, a félelmeket. A kasza azt is jelenti, hogy most történik nála valami, amire nem számít. Lesz egy meglepetés. És a te energiád itt a madarak szorgalmasan eltávolítanak valamit. Lehet, hogy pont ezt a helyzetet, ezt a szemét, aki zavar téged, és akkor fellélegezhetsz. De az egerek azt is jelenthetik, hogy félsz attól, hogy elveszíted például a munkádat, vagy lesz pénzkiadás, vagy elveszíted őt. De gondoljunk mindig pozitívan, hogy ebben a helyzetben most az egerek segítenek, hiszen eltávolítják a vitákat, a veszekedéseket. És ez volt az aktuális szerelmi jóslás, egy általános kivetés, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, a díjam, mint minden jóslásnál 4000 forint, védikus asztrológiával együtt, ahol elemzem a te horoszkópodat, vagy összehasonlítom kettőtök horoszkópját, vagy elmondom azt, hogy jelenleg milyen befolyással állnak a bolygók a helyzetedre. Mindezt megkapod egy ilyen kártya kivetéssel együtt 10 000 forintért. Ez egy videófelvétel áll néven, te adsz a videóhoz egy áll nevet. Ez megjelenik a másik csatornámon, Meisterin des Kartenlegens, és ha elkészült a videó, akkor e-mailen keresztül megkapod ehhez a linket. Amennyiben tetszett a felvétel, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Leírhatod a véleményedet a kommentárba. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!